A repülőgép orra szinte teljesen megsemmisült a kényszerleszállás során. A légügyi hatóság és a rendőrség közösen helyszínel a megrongálódott repülőgépnél azért, hogy megállapíthassák, mi okozta a balesetet. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az oktató repülőgép a felszállási manőver során zuhanhatott a repülőtér melletti szántóföldre. Egy motorleállást feltételeznék, vagy egy motor teljesítmény csökkenést. A Székesfehérvári Repülőegyesület vezetője azt mondja, a pilóta műszaki hibára hivatkozva hajtott végre kényszerleszállást. Úgy tudjuk, a pilóta és utasa ki tudott szállni a gépből, és lábsérülést szenvedtek a manőver során. Minden ilyen alkatrész, ami roncsolódással válik le a repülőgépről, az egyfajta energiaelnyelés. A szakértő szerint az, hogy a repülőgép ennyire megrongálódott, hozzájárult ahhoz, hogy a fedélzeten ülők lábsérüléssel megúszták a balesetet. Szilárdi Dezső hozzátette, az ultrakönnyű repülőgép pilótája tapasztalt vezető volt, és rengeteg repültóra volt mögötte ezzel a típussal. Ezek a gépek sajnos arra nem alkalmasak, hogy ilyen terepviszonyok mellett a kényszerleszállásnál kiguruljanak. Ezért sérült a gép ilyen mérvűen, hiszen a szántás ezeket a apró kerekeket megfogja, és hát értelemszerűen általában az orrfutó töréssel, aztán a gép egyéb roncsolódásával jár. A kényszerleszállásról maga a pilóta értesítette a hatóságokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet. Szerencsés véget ért ez a baleset. Ketten voltak abban a repülőben, ami lezuhant Úrhida közelében. Mindketten a saját lábukon szálltak ki ebből a sportrepülőből. A mentők kórházba szállították őket. A helyszínen pedig a rendőrség és a légügyi hatóság vizsgálódik annak érdekében, hogy kiderítsék, mi okozta ezt a balesetet.